Kedves kollégák, a következő részben az ókori mechanika kapcsán a kinematikáról és dinamikáról fogunk szó tejteni, tehát a mozgástanról. Előre kell bocsátani, hogy ez a görögök gyomrát megfeküdte, lényegében azért látjuk majd, hogy nem volt jó kódolásuk geometriával, nem lehet a mozgást jól leírni, és ez a fajta meg nem értés a kinematika, tehát a mozgások leírása terén talán legjobban Zénon paradoxonjaiban csúcsosodik ki. Zénon olyan paradoxonokat, tehát látszalagos ellentmondásokat említett a mozgástan kapcsán, amik azt demonstrálták, hogy az emberi elme, a filozófia nem tudja a mozgástant helyesen kezelni. És lényegében a görögök feladták ezt a dolgot, hogy megértsék igazából, hogy hogy történnek a mozgások. Az, hogy a görögök, görög filozófusok között volt ilyen a világ megismerhetetlenségére vonatkozó vonulat, egy példával szemléltetem. Persze ez nem csak a kinematikai sikertelenség, hanem egyéb sikertelenségek miatt mondta egy Gorgiász nevű filozófusok. Semmi sem létezik, de ha léteznék is, nem lenne megismerhető de ha megismerhető is lenne, nem lenne közölhető. Na hát ez eléggé depressziós hozzáállás, azért ez talán inkább hallgatóság cukkolásból fogalmazta Igor én nem tudom pontosan, de megértjük, hogy miért gondoltak ilyenre a görögök, hogyha meg ö, végig gondoljuk a következő három ö, Zénonnak tulajdonított paradoxont. Az első mozgási paradoxon Achilleus és a teknős béka paradoxonja. Az az állítás, hogy a gyors Achilleus nem tudja utolérni a teknős békát, ha kergeti, hogyha a teknős békának volt valamennyi előnye. Hát micsoda bolondság ez, mondhatnánk? A következőt mondja Zénon. Achilleusnak először el kell érnie oda, ahonnan a teknős béka eredetileg indult, na de eközben a teknős béka, ha egy picit is, azért előbbre jutott. Utána a híleusza ezt a pontot kell utolérni, ahol most van a teknős, mindig utol kell érni a teknős új és új előrelevő helyzetét, és így tovább a végtelenségig. Mivel végtelen sokszor kell utolérnie a teknős előző helyzetét, ezért végtelen ideig fog ezt tartani. Na nézzük csak meg ezt egy kicsit jobban lerajzolva. Induló helyzet az első sorban, az első ütem A eléri B-nek a helyzetét, B közben előre ment, második ütem B, A eléri B előző ütembeli helyzetét, és így mennek szépen előre a végtelenségig. A Hilleus, tehát végtelen szekkel utoléri a teknős korábbi helyzetét, és mondja Zénon, végtelen sok időtartam összege pedig csak végtelen hosszúságú lehet. Ide tettem már egy jelet, hogy biztos, hogy ez igaz jól hangzik, hogy a végtelen sok számot összeadok, tudja, hogy végtelen nagy értéket kapok. Tehát aki nem éri utol a teknős békát, mert csak végtelen idő alatt tudná ezt megtenni. Na jó, de hát tudjuk, hogy ténylegesen utoléri, és meg is előzi. Zénon is tudta ezt, tehát nem volt ő bolond, de azt mondta Zénon, hogy ebből a gondolatsorból az következik, hogy a mozgás nem írható le a filozófia segítségével. Ebben mondhatni igaza volt, azzal kitételel, hogy az ő általa ismert filozófia segítségével nem írható le. Mai szemmel nézve látjuk, hogy ö, milyen hibát követel Zénon, illetve hogy lehetne azt korrigálni. A legnagyobb hiba, hogy Zénon rossz kódolást használ, emlékezzünk a bevezetőben mondottakra. Szövegesen jól hangzik, hogy végtelen sok időtartam összege csak végtelen hosszú lehet, csak hát nem igaz. Miért nem igaz? Mert valójában lehet olyan, hogy végtelen sok darab számot összegezek, és véges lesz az érték. Ha elég gyorsan csökken ezeknek a számoknak a nagysága. Egy egyszerű, de mai jelölése alapozó ö, számolást mutatva, ugye ezt nem tudtam volna a görögöknek fölírni, amit van ebben a sorban, 1 plusz 1 tized plusz 1 század plusz 1 plusz, végtelen sokszor adok össze mindig tized annyi számot, ez 1,11111 végtelenségig lesz, amiről könnyű bebizonyítani, hogy ez nem más, mint 10 9 Tehát lehet végtelen sok darab szám összege véges. Ez a legnagyobb tévedése Zénónak ebben az esetben. Tehát szövegesen jól hangzik valami, számokkal viszont kiderül, hogy nem stimmel, és ugye a görögök, meg az egész ókor nem tudott olyan jól számolni, mint ahogy a középkorbaz kifejlesztik. Valójában arról van szó, hogy A, a Hilleusz, véges idő alatt utoléri B-t, de Zénon ezt a véges időtartamot végtelen sok egyre kisebbedő részre osztja. Mai eszközökkel ez az ellentmondás nagyon jól feloldható, például mozgásegyenletek felirásával, vagy helyidőgrafikon felrajzolásával, de ezek Egyikét se ismerték akkoriban. Egy megjegyzés. Ennek az Achilleus és Technus béka paradoxónak létezett egy másik változata is, ami azt jelentett, ami a következőképpen volt megfogalmazva, itt van egy fa. Rajzolok egy béna fát, itt van egy ember, ez az ember oda akar menni a fához, és az az állítás, hogy ehhez végtelen időre van szüksége. Miért? mert először el, meg kell tenni az útnak a felét, el kell jutni a felig, aztán megint a felét, aztán megint annak a felét, annak a felét, végtelen sokszor kell megfelezni a távolságot, tehát végül is sose fog elérni a fához, mert végtelen sokszor kell megfeleznie a faj és köztelevő távolságot. Valószínűleg nem az az eredeti zénonféle alak, de valójában ez ugyanaz, mint az Achilleus és a teknős béka esete, egy véges időtartamot egyre kisebbedő végtelen sok darabra osztunk, és azt hiszük, hogy ez végtelen lesz az összeg, pedig ugye nem. Aztán nézzük csak ezt a második mozgási paradoxont, a vonuló katonák paradoxonja. Azt mondja Zénon, képzeljünk el egy katonai parádén, hogy három sorba fölálltak a katonák, piros, zöld és piros, kék és zöld sorba, egy ideig állnak, aztán egyszer csak az egyik sor elindul balra, a másik sor elindul jobbra. Hát ez a görög mindennapokból ismert dolog volt egy katonai parádé. Na de, most mit mondhatunk az első sorról? Vajon ez az első sor, ez áll vagy mozog? A külső nézők szerint áll az első sor. A második sor katonái, akik balra mennek, Szerintük jobbra mozog. A harmadik sor katonái szerint balra mozog az első, a piros sor ö, ö, katonasága. Most melyik igaz? Zénon azt mondja, hogy ez szerint a mozgás a szubjektív személyfüggő, azaz a látszólagos dolog, mint például a szépérzék. Tehát nincs olyan, hogy mozgás. Csak olyan van, hogy egyik ember ezt a mozgást érzi, másik ember azt a mozgást érzi. Tehát a mozgás nem egy objektív dolog mondja ezt Zénon. Hát mit válaszolhatunk mai szemmel, több ezer év okosságát ismerve? Például a mai fizika ezt a vonatkoztatási rendszerek segítségével írja le, hogy igaz, hogy a megfigyelő, megfigyelhető mozgás az függ a megfigyelőtől, de ennek pontos törvényei vannak. Tehát nem olyan véletlenszerű vagy esetleges, és pillanatnyi döntéseken múlik, mint mondjuk a szépérzék, hanem pontosan leírható törvényei vannak. Ugye ezt ma Newton és kortársai adják majd meg, Zénon után több mint 2000 évvel a vonatkoztatási rendszert Bár látni fogjuk, hogy már az 1300-es években a középkorban Orezmiuszéknál is fölmerül a vonatkoztatási rendszer fogalma. Minden esetre az ókori görögöknek ez gondot okozott, és nem csak Zénonnak, hanem másnak is, hogy vajon most a mozgás az mennyire mm, szubjektív és mennyire objektív dolog. Végül a harmadik, a repülőnyílnak a paradoxonja. Hát én egy kicsit egyszerűsítettem, az eredeti görög gondolat sokkal több mondatba és nagyon írja le, akit érdekel és van vélje, nézze meg, megtalálhatok ezek leírva, de a lényeg a következő. Képzeljünk el egy repülőnyíl veszőt, amint szépen suhan, és ezt a repülő nyilvesszőt próbáljuk meg megfogni azt, hogy mikor mozog ez a repülő nyilvessző. Bármely időpontban nézünk erre a nyilveszőre, egy adott időpontban a tér egy megadott részét tölti ki. Később a tér egy másik részét tölti ki. De minden egyes időpontban áll. Na de ha mindig áll, akkor mikor mozog? Na most ez nagyon olyan erőltetett dolognak tűnik, Zénon ezt egy kicsit tetszetősebben írt, de ez a lényeg, e, a, amit itt elmondtam. Hogyha minden egyes időpontban adott térrészt tölt ki, e, mondjuk egy nyilvesz, akkor mikor mozog? Hát az az alaphiba ebben a gondolatban, hogy egy időpontban történő megfigyelésből nem is dönthető el, hogy valami áll vagy mozog egy időtartamot kell megfigyelni, egy nullánál hosszabb időszakaszt kell megfigyelni, ahhoz, hogy a mozgásról véleményt tudjuk alkotni. Könnyű elkövetni ilyen hibát, és nehéz cáfolni a rossz kódolás miatt. Megint csak a tanulság, a szöveges leírás nem jó kódolás a mechanikában. A szöveges törvényekbe csak bele lehet zavarodni. Mai szemszögből, ugye a mai kinematika, az határérték és differenciál számítás segítségével írja le ezt a dolgot. Ugye ott is a delta V per delta T, ez az átlagsebesség, de ezt nem tudjuk nulla időtartamra delta T egyenlő nullára vonatkoztatni, ha a delta V per delta t, t nézzük, a delta T tart a nullához, de sose érj el a nullát. Mert a nulla időtartam alatti mozgást ma se tudjuk értelmezni, viszont határértékként ezt meg tudjuk, fel tudjuk írni ennek az értelmét. Tanulság ebből az, hogy a görögök nem tudták jól megfogni a mozgásnak a leírását, a nekik rendelkezésre álló eszközökkel, a szöveges filozófiai vagy geometriai matematikai megközelítéssel, és ezért egy jókora bizonytalanság érezhető a görög tudományon Kinematika terén. Ennek megfelelően ez a bizonytalanság átöröklődik a dinamikára is, ami a mozgások okait ö, mai szemmel néz az erők leírását kellene, hogy tartalmazzák. Arisztotelész volt az, az időszámításunk előtti 4. században, és az ő nevével még sokszor találkozni fogunk, ö, aki rendszerezte, az egész addig ismert filozófiát többek között benne a természet filozófiát, így a fizikát is benne a dinamikai ismereteket. Manapság a peripatetikus dinamika nevű nyelvtörőszerű címkével jellemezzük, jelöljük Arisztotelésznek a dinamikai törvényeit, azért mert sétálás közben tanította tanítványait, és valójában Arisztotelész művei a tanítványai lejegyzeteléséből következtek. Itt van Arisztotelész, amit éppen magyaráz, mert a séta közben egy picit megálltak. Ezek az elitképzésben résztvevő filozófus palánták. Nos, a peripatetikus dinamika alapgondolatai kicsit mai szóhasználatra átírva a következők, az első. Az égi és a földi mozgások más természetűek. Az égiek örökké tartanak, a földiek pedig hamar megállnak. Hát ugye ezt mutatta a tapasztalat, valóban az égboltra tekintve látjuk, hogy a hold az körülbelül 7 naponta vált negyedet, tehát új holdból kb. 7 nap alatt lesz első negyed, tehát fél hold, kb. újabb 7 nap alatt lesz teli hold, és a többi, többi égitest is Periódikusan, egy kicsit bonyolultan, de periódikusan mozog, és ezt a feljegyzések alapján, amik voltak több száz vagy több ezer évre visszamenőleg is, ugyanígy látták az őseink, tudták ezt az ókori emberek. Ezzel szemben a Földön meglökök egy követ, egy szekeret, egy akármit, előbb-utóbb megáll. A földi tárgyak természetes állapota nyugalom, összecsengett ez a megfigyelésekkel, és a földi tárgyaknak megvan a természetes helye. Ha elengedek egy földi tárgyat, akkor az egy jellegzetes ö, módon kezd el mozogni. Az volt a természetes helynek az alapgondolata, ö, hogy a földi dolgokat a négy alapelem, ezt már korábban kivetítettem, a földvíz, levegő, tűz alkotja, az egek pedig az ötödik alapelemből, az éterből vannak de oda úgyse tudunk fölmenni, tehát ez a fizikába nem játszik szerepet, de a fizikában szerepet játszik az a tűz-levegő-víz-föld, amik fölülről lefele haladva ebbe a sorrendbe vannak a természetes állapotaikba. Miért esik le a felemelt, de elengedett kő szerint? Azért, mert vissza akarja állítani a természetrendjét. Ha veszek egy követ és fölemelem ide a levegőbe, amíg tartom, addig kényszerítem, hogy ott maradjon, de amint elengedem ez a kő, elindul lefele, hogy visszaállítsa a természetnek a rendjét, és vissza akar térni a földbe. Vagy a víz alá levegőt viszek? Amint megszűnik a kényszer, elindul fölfele a buborék, és akkor nyugszik meg a levegő, amikor eléri a másik levegő, ami csatlakozik a nagy levegőtömeghez vagy tüzet gyújtok a Földön, az pedig fölfele irányul, hogy a levegő, föl, levegő fölé emelkedjen, lehetőleg. Arisztotelész tehát a mozgásokat így csoportosította: Az égi mozgások azok az örök rendszerinti mozgások a tökéletes, az azaz körpályán. A kör önmagába záródik, ezért megfelel annak, hogy az égi mozgások szimmetrikusak és a végtelenségig tarthatnak. Erről a következő előadásban az ókori csillagászatról szól, majd részletesen is beszélünk, hogy pontosan hogy is van ez az égi mozgások körpályán. A földi mozgások három csoportja van Arisztóterész szerint. Az első az élőlények mozgása, és minden földi mozgás csupán élőlényből eredhet, esetleg közvetett módon, de élőlény az eredete. A természetes mozgás, a megzavart rend helyreállítására való törekvés. Amit előbb említettem, a fölemelt kő leesik, hogy a földet találja el. Aztán a kényszerített mozgás, amikor egy mozgótárt legyen élő vagy élettelen, kényszerít mozogni egy másikat, például az ökrök vontatják a szekeret. A szeker, szekér magától megállna, de az ökör, az élő lény az vontatja és kényszeríti a mozgásra. Ezek az elvek egy ókori ember számára teljesen természetesek, és megegyeznek a tapasztalatokkal. Tehát szokták néha hamisan azt mondani, hogy az ókori görögök azok túl sokat filozofáltak, és nem alapoztak a tapasztalatokra, ez így ebben a formában nem igaz. Ezek az elvek, amiket itt fölvázoltam, teljesen megegyeznek, ögybevágnak a megfigyelési tapasztalatokkal. És a, megpróbálták a görögök e, Arisztotelész összegzésében azt is leírni, hogy milyen gyorsan történik a mozgás. E, és a következő törvényt fogalmazták meg szövegesen, egy test annál gyorsabban megy, minél nagyobb a ráható kényszererő, és minél kisebb a mozgással szembeni ellenállás. Ma ezt a V1 elő F per R formulával írnánk, írnánk le, figyelem, ugye ilyen szimbolikus jelölése nem volt a görögöknek, tehát ez a mai forma, ez csak tömören írtam le ezt a hosszú mondatot. Tehát a sebesség az a hatók és az ellenállásnak a hányadosa az arisztotelészi dinamikában. Ez nem igaz. Ugye bő 2000 év múlva Newton mondja meg a valódi törvényt, hasonló alakra átírva, nem az F per R V, hanem a dv per dt a sebesség változása egyel az f per m-mel, az m a test tömege a mozgatással, a gyorsítással szembeni ellenállást írja le. Arisztótelés szerint az erő meghatározza a sebességet. Newton szerint az erő a sebesség változását, a gyorsulást határozza meg. Ez az óriási különbség a kettő szemlélet között, és mintegy 2000 évig azért nem sikerül a dinamika törvényeit, a valódi törvényeket felfedezni, mert az arisztótelészi gondolat, miszerint az erő a sebességet határozza meg, ez annyira belevésődik az emberek fejébe, hogy nem tudnak túllépni rajta. De hát ne kárhoztassuk őseinket, még ma is, még tanult emberek is mondják azt, hogy ha nagyobb erővel gyorsítom az autót, akkor gyorsabb lesz az autó. Nagyobb lesz a végsebesség. Mi kell a nagyobb végsebességhez? Nagyobb gyorsító erő. Mondjuk ezt. Mert azért ebben az arisztotelészi gondolatban, hogy a V egyenlő F per R, azért van valami. Valamit leírez, csak nem a pillanatnyi sebességet, hanem nézzük csak. Ö Mai gondolkozással megértve, hogy mit is ír le euh, Arisztotelész törvénye, a következőt mondhatjuk. Van egy állandó gyorsító erő, és van egy fékező erő, mondjuk ami a közeg ellenállásból adódik, és ez a sebessége egyenes arányos nagyságú, az R az egy konstans. R V a fékező erő. Akkor az eredő erő a Newtoni mechanikán belül F-R V-ként írható föl. A végsebesség akkor következik be, amikor az eredő erő nullává válik, mert akkor tovább már nem gyorsul, nulla az erő, akkor nulla a sebességváltozás. Na de ez mikor lesz nulla? Akkor, hogyha a sebesség az f per r egyezik meg, ha v egyenlő f per r, akkor ez nulla, és tehát ez, ez lesz a v-e egyensúlyi sebesség. Ez tehát a az arisztótelészi V egyenlő F per R, az valamit leír a valóságból, a közegellenásos mozgás végsebességét adja meg, ha a közegellenási erő a sebességgel egyenesen arányos, például a sűrű közegekben valóban ez így van pontosan. Tehát az arisztótelészi mozgástörvény leírja a közegállásos mozgás végsebességét. A pillanatnyi sebességgel nem tudtak mit kezdeni, és még nagyon sokáig nem tud mit kezdeni a tudomány, ahhoz lényegében deriválni kéne, tehát nagyon rövid idő alatti változásokat kellene tudni kezelni. Na most ezek voltak az alaptörvények. Nézzük csak meg ezt két esetre, amikből az első a szabad esés vonatkoztatva, hogy mi következett ezekből az alapgondolatokból. Szabad esés. Miért esik le a kő? Hát az eleje világos, azért esik le a kő, Arisztotelész szerint, mert a föld alapelemből van, és ezért, ha felemelem, de elengedem, törekszik a helyét megtalálni, és leesik. Oké. Okay. Na de milyen sebességgel esnek a különböző tömegű tárgyak? A nehéz vagy a könnyű kő esik gyorsabban. Arisztotelész szerint, ha méretük egyforma, akkor a rájukható ellenállás azonos, viszont a kétszer nehezebbnek kétszer akkora súlya, tehát a nehezebb az gyorsabban fog esni, mondja Aristotelész. Mikor igaz ez? Ha a hatása dominál. Hogyha már beállt a testek esési végsebessége, akkor ez tényleg igaz. Viszont a mozgás kezdetén, amikor elejtjük a tárgyakat, ez teljesen hamis. Ugye? Egyforma gyorsulással esnek. Ez lesz egy központi kérdés a középkori fizikában, hogy ki tudja ö, méréssel, elmélettel leírni a szabad esést, látni fogjuk. Ez vissza köszön későbbiekbe. Minden esetre szerint a nehezebb tárgyak gyorsabban esnek. Pedig hát nem egészen így van, ez csak a végsebességre igaz, a mozgás kezdő szakaszára nem igaz. Vagy a másik, ahol még jobban kiütközik az Arisztótelésztő mechanika hiányossága, az a miért röpül a kilőtt nyilvessző kérdésre adott válasz. Ugye megint azt mondhatjuk, hogy a nyilvessző anyaga főként föld és víz alapelem, ezért ha hagyjuk előbb-utóbb leesik, na de egy darabig még nem esik le, több száz métert elrepül, e, Milyennek a magyarázata? Amikor kilövöm, akkor én kényszerítem e, mozgásra az íjat, meg a nyilvesszőt is, tehát a nyilvesszőt is mozgatom, meg az íjat meg megfeszítem, élőlény vagyok, tehát tőlem származhat mozgás, na de amikor már kilőttem a nyilvesszőt, az miért repül több száz métert? Előrevetett megjegyzés, ma már tudjuk ugye Newton után, hogy a természetes állapot az egyenletes mozgás, ezért valójában azt kell megmagyarázni, hogy miért esik le, meg miért lassul le a nyilvessző, ha nem lenne közegállás meg a Föld gravitációja, akkor bizony a nyilvessző, egyenes vonuló, egyenletes mozgással végez, ö, elmenne, mert ez a természetes mozgás, de ugye Arisztotelész gondolatában a, te, a földi tárgyak természetes a nyugalom. Szóval mit mondott Arisztotelész arra, hogy a kilőtt nyilvessző az messzire repül? Hát egy nagy hülyeséget. Bocsánat, bo, elnézést ö, tisztelt Arisztotelész, ez hülyeség volt. A következőt mondta, amint a nyilvessző elhagyja az íjat, megszűnik a közvetlen mozgató erő, de valójában a nyilvessző azért repül tovább, mondja Arisztotelész, mert az íj mozgásba hozott levegőt is, és ez a levegő sodorja tova a nyilvesszőt. Hát, ez következett az alapelvekből, de ez egy téves következtetés. Erőltetett ez a magyarázat. A levegő tényleg mozgásba jön a Nyilvesző mozgása során, de egy nagyon egyszerű kísérlettel meg lehetett volna győződni arról, hogy ez messze nem elég arra, hogy a nyilveszőt sodorja több száz méterre. Például, hogyha ide, tett, ide képzelünk egy másik nyilveszőt, amit leteszünk valamire, elsuhan mellette a kilőtt nyilvesző, egyáltalán nem fogja magával ragadni a levegő ezt, pedig ugye elvileg a levegő ott áramlik és ellenőrizni lehetett volna, hogy ez az elmélet nem magyarázza meg ö, a kísérletet. Erre ö, és több más mozgás, fennmaradó mozgásos problémára teljesen alkalmatlan volt ö, az arisztótelészi mechanika. Ma már tudjuk, hogy ezek az alapelvek rosszak. Ö, miért nem tudták felismerni az ókorban a dinamika valódi törvényeit, például az, hogy a dolgok természetes állapota az egyenes vonal egyenletes mozgás. Például hiányoztak a matematikai alapok, és a szöveges törvény megfogalmazás az rossz kódolás a természeti jelenségekre. Aztán nagyon erősen hittek az axiomatikus rendszerekben, azaz, hogyha világos alapelveket fogalmazok meg, akkor abból tisztán logikai úton fölépítek valamit, akkor annak már pedig igaznak kell lenni. És ezt akár a megfigyelési tényeknek a nem kellő tiszteleté miatt kötötték az ebet a karhoz, és nem voltak hajlandók átírni az alapelveket. Nézzük csak melyik alapelveket. Visszalapozok ezeket, amik itt vannak. Tehát, hogy például az élőlények lehetnek csak a mozgásforrásai, tehát egy élettelen tárgy nem repülhet magától tovább, ugye? Vagy itt vannak ezek, a, hogy a dolgok maguktól megállnak, a földi dolgok, és a többi, és a többi. Ezeket az elveket kellett volna átírni, de erre nem voltak elég bátrak ókori elődeink. Ezért a kinematika mozgások leírása, meg a dinamika mozgások okainak a megmondása eléggé kezdetleges állapotban volt az ókor végén. Köszönöm szépen a figyelmet!